Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárcón, a mai videóban pedig Panini Adreinkszel Premier Ligas legújabb szériás kártyákkal fogunk meccset játszani, hiszen ilyen még nem volt az új csomagokkal, úgyhogy éppen egy aktuálisan, tulajdonképpen este játszódó Mérkőzés gondoltam, hogy nézzünk meg, próbáljunk ki. Hivatalos összes csapatot tartalmazó Premier League cuccok, Úgyhogy tök király, hogy ilyen is van. Ebből is tudunk bontogatni. Szedjünk ki négy csomagot, hiszen ez lesz a mérkőzésnek az alapfelállása. Ezt a diszplét ez jól néz ki, úgyhogy ide is rakom. Itt tökéletesen mutat majd. Kettő csomag első fél idő, kettő csomag második fél idő. Nagyon izgatott vagyok, hogy lesz-e gól, hiszen 20 csapat van, az rengeteg. Ez pedig azért nem olyan sok kártya, hiszen egy csomagban ott írja is. 6 darab van, abból van persze Invincible, meg minden jóság, tehát azzal nincsen gond, de hogy tényleg azért ezt ki kell hozni néhány ö, kártyából tulajdonképpen. Úgyhogy nézzük is meg, a mérkőzés pedig a rangadó, szerintem a forduló rangadója, ez pedig a Liverpool, tehát nem Hotspur, úgyhogy nézzük meg a Pool és a Spurs mit játszik egymással, eredményjelzőt be is hozom. És akkor induljon is a meccs, bármilyen logó vagy különleges sima játékos, ami Liverpoolhoz, vagy nem ez köthető, az a csapat szerzett egy gólt, úgyhogy nézzük is az első félidőt. Ez egy Burnley, így mindjárt a hátulján van egy ilyen kis korlapunk, és akkor a valós kártyák egy Invincible! Az az, rér! Mennyire szép, első csomag, első kártyája egy Invincible, srácok! És van rajta Liverpoolos és Tata nemes is, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy-egy, mert 0-0-nak nagyon nehéz lenne mondani, hiszen mind a két csapatból szerepel rajta. Viszont jól látom! Tartsuk be a szabályokat! Liverpoolból kettő játékos, hiszen Elison és Van Dijk is ott van viszont Tatánem Háczper oldalról, csak Harry Kane. Úgyhogy 2-1-re vezet a Liverpool, 3-1-re vezet a Liverpool, innen nagyon-nagyon nehéz lesz visszajönni. Az Invincible kártyát, de szépen csillog, 3D-s mintájú, ezt középre rakom, ez jó lesz így. Hát, displayed boss, sajnálom, neked nincsen helyét. Komoly küzdelmek folynak. Liverpool logó egyből, az pedig jön szépen ide. Ú, az a csillogás ott pont megfesti a fény. Zseniális. Menjünk tovább, mert adrén az egekben. Perez, Leicester City, majd utána egy Newcastle, Longstaff. Egy Loris nem Hotspur, nem lehetetlen ezt visszahozni. Én meg aggódtam a gólok miatt, srácok. Mi van itt ma este? A francia kapus és a végére egy Ben Mi, tehát több gól nem született az első pakból. Összegezzünk csak három. 2 vezet a Liverpool, úgyhogy nézzük az első fél idő befejező csomagját. Everton, itt a hátulján kiveszünk a kódlapot, és fordítunk, ez egy gamebreaker, nagyon szép, Nobel kártya, majd utána Wolverhampton, Jimenez, egy Crystal majd utána egy Dendoker, Wolfer, egy Sheffield United, és a végére, ugye az Evertonos, akinek a hátlapját láttuk, kettő csillogós, ebbe a pakba is, de az előzőt nehéz lesz überelni, ott is kettő csillogós kaptunk. Úgyhogy első félidő 3-2-vel ér véget, a Liverpool elég keményen vezet, úgyhogy nézzük is a második félidőt. newcastle az már biztos lesz benne, illetve kódkártya is volt, fordítsunk ez egy fullám, Rodák, majd utána Hector Bejerin, Arsenal, Alzate, Brighton, ez pedig egy Burnley, Westwood, Sergio Aguero, és a végére ez pedig egy Damet, Paul Damet, Velsi, Newcastle játékos, úgyhogy ebbe, ez egy kimondottan gyenge pakolt, csak egy darab híró, különleges kártya, illetve gol se született, Úgyhogy jöjjön az utolsó pak, még simán egyenlített a nem, vagy akár lőhet még egyet. A Liverpool Newcastle gól tuti lesz, ezt már most látjuk. Kódkártyát is kivesszük alkalmazáshoz, majd jó lesz. Ez pedig egy Lightning típusú lap, eszméletlen csillogással, Crystal Palace, játékosa, majd utána egy vesztemes, Snodgrass, Fulham, Hector, László alatta egy Brady, Kehill és egy Kraft, úgyhogy nagyon nem lett itt más játékos, ami befolyásolta volna a mérkőzést. Igazából már az első csomagban kialakult a végeredmény, 3-2-re nyert a Liverpool, egy elképesztő kezdéssel majd utána beült egy picit a meccs, Dengem De kárpótól az első pak ez hihetetlen volt, és nagyon-nagyon örülök, hogy az Invincible-t sikerült kinyitni. Duran is bele az albomba. remélem, hogy nektek tetszett a meccs. Ha ez ilyen, akkor még tuti fogunk játszani a szünet folyamán, még mérkőzéseket a Premier League csomagokkal, hiszen van még jó pár, amiből lehet nyomatni. Iratkozzatok fel a csatornára, nem tettétek volna még meg, és én megyek is megnézem az esti Liverpool, tehát a nem meccset. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!